Németország nem fogadja el hitelesnek azt a belarusz állami televízióban sugárzott interjút, amelyben a letartóztatott ellenzéki aktivista Roman Protasevich bűnösnek vallotta magát. A május 23-án egy Ryanair repülőgép a belarusz hatóságok által kierőszakolt kényszerleszállása után letartóztatott Protasevich az interjúban azt is mondta, hogy jóvá akarja tenni a hibáit. Stefan Seibert német kormány szóvivő azt mondta erről Berlinben, hogy az őrizetben lévő ellenzéki újságírót minden bizonnyal pszichikailag és fizikailag is megdolgozták annak érdekében, hogy egy ilyen teljesen méltatlan és hihetetlen vallomást tegyen az interjúban. A Ryanair gép földre kényszerítése miatt az Európai Unió nagykövetei pénteken abban állapodtak meg, hogy megtiltják az EU légterének vagy repülőtereinek használatát a belarusz légitársaságok számára. A megállapodás pénteken éjfélkor lép érvénybe. Az EU ezen kívül célzott szankciókat készít elő az Alekszandr Lukasenka belarusz elnökhöz közeli magánszemélyek és szervezetek, illetve kormányközeli cégek ellen.